előre kifizettek mindent, nem ők a felelősek a hoppon maradt utasokért, állítja a Green Travel, százak jártak pórul. Egyre kevesebb diák, egyre öregebb tanárok, ezt állapította meg a Gazdasági Tárca háttértanulmánya. Novembertől teljesen eltűnnek a hagyományos receptek, már javában tesztelik az e-receptet, csak személyi kell majd. És akár 12 évet is kaphat az a házaspár, amely foglyul ejtett két mosógép szerelőt, mert sokalták a munkadíjat. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Magyarországnak szerencséje van Orbán Viktorral, ezt a hivatalos látogatáson Budapesten tárgyaló egyiptomi elnök mondta. Az MSZP szerint Egyiptom nem követendő példa Magyarország számára, az LMP pedig elvtelenséggel vádolja a magyar külpolitikát. A miniszterelnök és kormánytagok fogadták a Kossuth téren az egyiptomi elnököt, aki 2013-ban katonai támogatással került hatalomra az észak-afrikai országban az arab tavaszként emlegetett tüntetés sorozat után. Orbán Viktor gratulált Abdel Fattah el-Sisi-nek, hogy nemzeti egységre törekvő politikát folytat, és sikerült gazdaságát konszolidálnia. Azt mondta, a magyarok elsősorban azt vizsgálják, hogy egy másik ország számára mennyire fontos, hogy döntéseiket maguk hozzák-e meg. És amikor olyan országból érkezik hozzánk vezető, mint ön is, milyen tisztelt elnök úr, amely ennek a logikának a mentén próbálja újjáépíteni a saját államát, egy saját nemzetét, az belőlünk mindig tiszteletet vált ki, az ilyen látogatót különösen értékes vendégnek tekintjük. A miniszterelnök kijelentette, Magyarország elsőrendű érdeke Egyiptom stabilitása, és Brüsszelben azt szeretné elérni, hogy minél gyakoribbak legyenek a magas szintű egyiptomi-európai tárgyalások. Bismillahirrahmanirrahim. Abdel Fattah el-Sisi elnök megköszönte, hogy Magyarország komoly szerepet játszik országa érdekeinek képviseletében. Az ország az nem játék. Nem elítélően nyilatkozott viszont a látogatásról az MSZP elnöke. Molnár Gyula úgy vélte, Orbán Viktor abba fektet komoly energiát, hogy bekerüljön, ahogy fogalmazott, a diktátorok klubjába, miközben az Európai Unió bomlasztásán dolgozik. Azt állítani, hogy hazánk számára Oroszország, Törökország, Egyiptom vagy a kaukázusi köztársaságok követendő példaként vethetők fel, ez egy nagyon súlyos politikai és történelmi tévedés. Az LMP elvtelenséggel vádolta a kormány külpolitikáját. Ungár Péter úgy fogalmazott, hogy megengedhetetlen és Magyarország számára káros, hogy a kormány egyre inkább katonai diktátorokat fogad. Nem csak az a baj ezzel a látogatással és ezekre a látogatással, hogy ez egy elvtelen külpolitika, hanem az is a baj, hogy ezek béna dolgok, olyan dolgok, amelyek miatt Magyarország nem fog pénzhez jutni. A magyar-egyiptomi megbeszéléseken gazdasági ügyek mellett a Honvédelmi Minisztérium szerint hadipari és katonai együttműködési kérdések is szóba kerültek. Gonosz és hazug, valamint gyűlöletet generál és az antiszemitizmusra játszik az az óriás plakát, amelyen Soros Györgyről állít igaztalan dolgokat az adófizetők pénzén a kormányzati kampány, mondta az Egyenes beszédben Bokros Lajos. A MOMA elnöke megismételte azt a kijelentését, hogy fasiszta logika szülte az egész kampányt, amellyel súlyos és csak nagyon nehezen helyrehozható károkat okoznak Magyarországnak az elvetemült kezdeményezők. Magyarország is aláírta, nagyon régóta alá van írva ez a bizonyos genfi menekültügyi egyezmény, amelynek értelmében Magyarországnak kötelessége befogadni a menekülteket, akik rászorultak arra, hogy egy más országnak legalább ideiglenesen a gyámolítását élvezzék. Ilyen szándékot tulajdonítani Soros Györgynek hazugság, és hogyha a hazugságot azonosítanak egy zsidó származású emberrel, akit ráadásul azért is szoktak szídni, mert hogy bankár, meg hogy gazdag, akkor ez nettó antiszemitizmus. Ez fasizmus, következésképpen ezt a legerőteljesebb szavakkal el kell ítélni, amíg nem késő.
Balázs, magához jöttem. Ezzel a Dzsudzsák Balázshoz intézett kérdéssel kezdődik az a videó, amelyet Orbán Viktor hétfő délután töltött fel a Facebook oldalára. A magyar kormányfő a videó szerint véletlenül futott össze a magyar foci válogatott kapitányával, és Orbán annyira tűzbe jött ettől, hogy elkezdte nyilvánosan kijelölni a focista karrierjét. Orbán rögtön rá is tért arra, ami a szívét nyomja. Szeretné, ha hazaigazolna Dzsudzsák. Hazajöhetne már, nem tudom, mit keres az araboknál, volt ott már eleget, mondta Dzsudzsáknak Orbán Viktor. Ha hazajöhetne, nem tudom, mit keres az araboknál már, most már volt ott eleget. Már ne csinálod semmit. Mondta elnök úr. Jöjjön haza most már, nem? Mi is szeretjük a jó futballt, de az kell jó futballista. Jöjjön haza. Bár most az egyiptomi elnök, megbeszélem vele, hogy jó. Ez volt életem legrövidebb nyaralása. Így fakadt ki az a nő, aki családjával együtt csak egyetlen napot töltött a törökországi Antáliában. A Green Holiday utazási iroda csődje miatt 180 utas rekedt Törökországban. Ők átmeneti szállásokon várták, hogy hazahozzák őket. Az iroda csődje összesen csaknem 1000 utast érint. Ezzel a repülőgéppel érkezett haza a törökországi nyaralók első csoportja. Nekik szerencséjük volt, de arról ők is hallottak, hogy az iroda csődöt jelentett, bár egy automata még reggel is fogadta a hívásunkat. Üdvözöljük! Köszönjük, hogy a Green Travel nemzetközi utazási irodát hívta. Munkatársaink az alábbi mellékeken állnak rendelkezésére. Már tavaly is gond volt az irodával. Az akkor még Green Travel néven ismert iroda engedélyét ugyanis a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal visszavonta, mert nem volt elég az utaztatásra a fedezetük. A szervezési jogot végül a 2011 óta létező Green Holidays kapta meg. Vasárnap még egy utasokkal teli chartergép elindult Antáliába. A repülőtéren senki sem fogadta őket, és szállásuk sem volt. 180-an érkeztek meg Budapestről egy charterjárattal, és mint utóbb kiderült, ugye számukra nem volt biztosítva először a transfer, a szállodai transfer, utána pedig a szállodában már a foglalásokat törölték, úgyhogy abban jártunk közre, hogy ott mindenki kapjon egy szobát és saját költségükön. Ma azok az utasok érkeztek haza, akiknek egyébként véget ért a nyaralásuk, de nekik sem volt egyszerű az utolsó éjszaka. Szombat óta próbáltuk kérdezni, hogy mikor jön értünk a transfer, ami kivisz a szállodából a repülőtérre, és erre nem kaptunk választ egészen ma hajnalig, úgyhogy mi úgy döntöttünk, 5 másik magyarra, hogy fogtunk egy taxit, és ez az olyan 150 kilométeres út ugye Antáliától a szállodáig, és mi taxival kimentünk, hogy biztosan tudjuk, hogy haza tudunk jönni. Ezzel a géppel 10 olyan nyaraló is hazajött, akiknek mindössze egy napig tartott a török nyár. Gépük vasárnap délelőtt 10 óra után szállt le Antáliában, és már itthon is vannak. Senki nem mondott semmit. Magunk intézkedtünk a szállásunkról és a hazajövetelünkről. A biztosító azt mondta, hogy ki fogja fizetni be. Legyen úgy. Ilyen rövid nyaralásunk még nem volt. Az utasok azonban teljes kártérítést alig ha remélhetnek. A Green Travel összesen 1000 nyaralót vitt Antáliába, közülük 200-an már hazaérkeztek, 770-en kinmaradtak. Közülük 440 utasnak szerdán mindenképp véget ért volna a nyaralás. A biztosító 500 millió forint erejéig áll jót az utazási iroda helyett. Az utazási iroda nem felelős a kialakult helyzetért, legalábbis ezt állítja a cég hétfői közleményében. Mint írják, török partnerük visszaigazolta a hétvégén érkezett utasok foglalásait, viszont nem biztosította a szolgáltatásokat. Annak ellenére, hogy azokat előre kifizették, hozzátették, abszolút jóhiszeműen jártak el az ügyben. Tegnap a késő esti híradóban elértük az Unica biztosító lakossági és kárrendezési területvezetőjét, akitől megtudtuk, hogy a rendelkezésre álló félmilliárd forint elég a pórul járt több mint 1000 utas hazaszállítására. Vereckei András arról is beszélt, hogy az csak a kárigények felmérése után derülhet ki, hogy a kintrekedtek hazaszállítása után megmaradt összegből mindenki kártérítésére teljes fedezetet nyújt a biztosítónál elkülönített 500 millió. Mi a utasoknak a hazaszállításáért, a kényszerű kintartózkodás alatti költségeik fedezéséért vagyunk felelősek. Ezen kívül pedig majd, amikor már hazaérkeztek az utasok, vagy nyilván vannak olyanok, akiknek a nyaralása meghiúsult, és már előre fizettek be, vagy pedig esetleg befizették a teljes utazási díjat, az ő kártalanításuk is a biztosítónak a dolga, de legfeljebb eddig a Bripol vármített 500 millió forintos fedezetig.
Olaszországban mennek perre a veronai buszbaleset áldozatainak hozzátartozói. Azt mondják, azért, mert itthon zsákutcába kerültek. Nem kapnak megfelelő jogorvoslatot és információt sem. A január 20-ai balesetben 17-en haltak meg, köztük sok fiatal. Hétfőn derült ki, hogy a szerencsétlenül járt buszt üzemeltető cég több mint 50 millió forintnyi közpénzt nyert el a Honvédelmi Minisztérium pályázatán. A Honvédelmi Minisztérium Védelem Gazdasági Hivatalának pályázatán nyert a veronai tragédiában érintett busztársaság, a Pizolit Kft., értesült a Bors. A társaság buszjáratokat üzemeltet majd Orosháza és Hódmezővásárhely között 54,5 millió forintért. A pályázatot tavaly novemberben, vagyis a baleset előtt írták ki, szerződésük viszont idén január 31-én, vagyis két héttel a tragédia után lépett életbe. Kerestük a Honvédelmi Minisztériumot, de adásunkig nem reagáltak. Többek között arra lettünk volna kíváncsiak, miért nem függesztették fel a társaság szerződését a történtek után. Szemmel látható, hogy a busztárságnak a csápjai kezei felső körökbe mutatnak. Ezt már a baleset egyik áldozatának édesapja mondja. Krizsány László szerint ők már régebb óta tudják, hogy a cégnek jó kapcsolatai vannak. Nemzetközi szinten, Európai Unióban, hogyha egy busztárság vagy egy veszélyes üzemmódot folytató társaság ilyen méretű galibát okoz, itt ugye 17 ember halt meg, hogy nyilván a gyanúsítás időszakában, nyilván a nyomozati időszakban vagy szüneteltetik, vagy részben korlátozzák a társaságnak a működését itt Magyarországon, nem hogy korlátozzák, hanem pályázatokat nyer el. A baleset óta eltelt közel fél évben a családok hivatalosan szinte semmit sem tudtak meg a baleset körülményeiről, pedig egy hónappal ezelőtt az olasz ügyészség is lezárta a nyomozást. Időhúzás folyik, ahelyett, hogy kinyitnák az Olaszországból kapott dossziét, lefordítanák azt az oldalt, hogy kit kell gyanúsítani, és onnantól elindulna azoknak a megfelelő felelősségre vonása. Nem történik meg. A családok úgy látják, Magyarországon nem kapnak megfelelő jogorvoslatot, ezért komoly döntést hoztak. Egyértelműen úgy döntöttünk, hogy Magyarországon nincsen lehetőségünk folytatni, ezt külföldre fogjuk vinni, nemzetközi bíróság előtt fogunk pert indítani. Úgy tudjuk, egy olasz ügyvédet már meg is bíztak azzal, hogy nézzen bele az ottani ügyészség lezárt vizsgálati papírjaiba. Az olaszországi jogi procedúra nyár végén indulhat el. 18-an meghaltak, miután egy turistabusz kamionnal ütközött Németországban. A nyugdíjasokkal teli jármű kigyulladt és porig égett. 30 ember megsérült. Megrázó képek következnek. Csak a váz maradt meg abból a buszból, amely egy kamionnal ütközött a strádán. A jármű szinte azonnal kigyulladt és porig égett. A roncsok hosszú órákon át füstöltek. Egy tragikus közúti baleset történt ma reggel nem sokkal 7 óra után az A9-es déli autópályán Stambach és Münchberg között. Annyit tudunk, hogy az ütközés idejében dugó volt az úton, mondja a rendőrség szóvivője. A hatóságok éppen ezért nem értik, hogyan történhetett ekkora baleset. A dugó és a hatalmas lángok miatt a mentő alakulatok csak későn tudtak a busz közelébe férkőzni. Az egyelőre azonban nem világos, hogy miért terjedtek el a lángok ilyen gyorsan. A balesetben 18-an életüket vesztették, köztük van az egyik sofőr is. 30-an megsebesültek, közülük ketten súlyos állapotban vannak. A német kancellár sajnálatát fejezte ki a tragédia miatt. Sok áldozatról és sebesültről tudunk. Együtt érzünk az áldozatok családjaival, és szívünkből kívánunk mi hamarabbi felépülést a sérülteknek, mondta Angela Merkel. A buszon főleg német nyugdíjasok utaztak, Dresdából indultak egy olaszországi turistaútra. A rendőrség vizsgálja, hogy mi okozhatta a balesetet. Még a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint is óriási bajok vannak a középiskolákban, tudta meg az M4.hu. A portál birtokába került minisztériumi háttértanulmányból az derül ki, hogy az elmúlt 5 évben 120 ezer diák tűnt el az oktatásból. Utoljára 11 éve volt ilyen magas az iskolát idő előtt elhagyók száma, mint most. A tanári kar pedig előregedőben van. Rohamosan csökken a 40 év alatti tanárok száma, miközben duplázódott a 60 év feletti. A vizsgálat készítői szerint olyan nagy a baj, hogy még az is veszélybe került, hogy hazánk teljesítse az Európa 2020 stratégiában vállalt célokat. Nem a nemrég átadott műtőblokk beázása volt az első hiba a székesfehérvári Szentgyörgy kórházban. Az intézmény már egy éve beperelt a 3,5 milliárdos felújítást végző kivitelezőt. A kivitelező szerint az épület a kórház hibájából ázik.
A burkolatokat folyamatosan cserélni kellett, mert néhány hónappal az átadás után már problémák jelentkeztek ezzel kapcsolatban. Világítással voltak problémák. A székesfehérvári ellenzék tagjai pénteken sorolták fel híradóknak azokat a műszaki problémákat, amelyek miatt a legutóbbi műtőblokk beázás mellett teljes körülvizsgálatra kérték Balogh Zoltán minisztert a kórház felújítással kapcsolatban. A kivitelezési munkálatokkal már korábban is komoly problémák voltak, és az intézmény pontosan a kivitelezői magatartás, a kivitelezési problémák okán, melyek anyagi erkölcsi kárt okoztak ennek az intézménynek, melyek azt a bizalmi légkört próbálják erodálni, amely egy gyógyításhoz nélkülözhetetlen. A kórház épp ezért már egy évvel ezelőtt beperelte a kivitelezőt. A főigazgató a peres eljárás miatt nem nevezte meg a céget, ám ezen a szerződéskötéskor készült fotón a Strabag MML területi igazgatójával fogkezett a főigazgató. Megkerestük a Strabagot, akik a legutóbbi műtőblokk beázással kapcsolatban azt írták. Az építési folyamat ennél az épületnél 8 hónapig a legkritikusabb időszakban a befejező munkák végzése alatt a hiányzó orvostechnológia miatt az építető által le lett állítva. Ez a szünet nagyban befolyásolta a későbbi befejezést, valószínűsíthetően ez lehetett a hiba oka. Ez nyilvánvalóan egy nonsens. A főigazgató szerint azonban a Strabag nem mond igazat. Egyébként pedig a jelen helyzetet teljesen egyértelműen az okozta, hogy a kivitelező az általa garanciálisan rosszul elkészített kivitelezést garanciában próbálta a hibát elhárítani, és ennek kapcsán, egy beavatkozás kapcsán keletkezett az az eltérés, ami kapcsán a műtők beáztak. Tehát teljesen egyértelműen mind az eredeti hibát, mind a jelen beázás a kivitelező tevékenységéhez köthető. A székesfehérvári kórház főigazgatója híradónknak azt mondta, reményei szerint a két beázott műtő már a jövő hét elején működni fog. Kerestük a székesfehérvári törvényszéket is, hogy miért húzódik a per egy éve, de adásunkig nem reagáltak megkeresésünkre. Novembertől jönnek az e-receptek. A patikákban onnantól kezdve már csak így lehet kiváltani a gyógyszereket. A szakértők azt állítják, hogy ez a rendszer sokkal biztonságosabb az eddiginél. A beteg csak úgy kaphatja majd meg a gyógyszereit, ha igazolja magát, vagy ha van egy orvos által kiállított felírási igazolása. Jelenleg 22 gyógyszertár van bekapcsolva a rendszerbe, amit az állam uniós forrásokból 7,6 milliárd forintból épít ki. Most még a legtöbben ilyen recepttel jönnek ki az orvostól, és mennek be a patikába, ha gyógyszert szeretnének kiváltani. Ám ez nem is olyan sokára, már csak a múlt egy darabja lesz. Itt van egyébként, hogy kiadott gyógyszer, ez a gyógyszer ennek a betegnek a tajszáma, és ezt már én az égből hívtam vissza. Az egyik zuglói patikában már zajlik a tesztüzeme a papír nélküli gyógyszer kiváltásnak. Akinek az orvosa már így írja fel az orvosságot, az biztos lehet benne, hogy nem fogja a receptet elhagyni, nem kell újra feliratni. Várhatóan augusztus közepéig tart ez a vizsgálati időszak a gyógyszertárokban, és a gyógyszertároknak szeptember elejétől lesz lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak a rendszerbe, ugye november 1-től kötelező lesz minden gyógyszertárnak a részvétel. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint a fejlesztéssel a betegek biztonságát akarták növelni. Hogy esetleg két különböző orvos írt fel egymásnak ellenmondó receptet, a patikusnak lesz lehetőség arra, hogy erre figyelmeztesse akár az orvost, akár a beteget, akár önmaga tudja majd ezügyben eljárni. Sorolhatnám még az egyéb ilyen funkciókat. Azt kell érteniük, vagy látniuk ebben, hogy ebben a folyamatban annak a lehetősége, hogy valaki hibázzon, és esetleg valamilyen manőr történjen, az közel nullára fog csökkenni. Rétvári Bence úgy véli, az embereknek már természetes, hogy banki ügyeiket az interneten intézik, online vásárolnak és kártyával fizetnek, és a közszférában is terjed az elektronikus ügyintézés. Fontos volt, hogy ezek mellett az elektronikus vagy internet alapú fejlesztések mellett az egészségügyben is ez megjelenjen, és a gyógyszer kiváltásban is megjelenjen, hiszen a magyar embereket, ha megkérdezzük, akkor 10-ből 6 azt mondja, hogy ő szívesen intézne ügyeket elektronikus módon. A rendszer biztonsági szintje 5-ös, ez azt jelenti, hogy egy értékkel magasabb, mint a banki informatikának, és minden szereplő csak azt látja, amit látnia kell. Merényletre készült a francia elnök ellen egy magát szélsőjobboldalinak valló férfi. A rendőrség Párizs közelében tartóztatta le a 23 éves fiatalembert, aki azt tervezte, a július 14-i parádén gyilkolja meg a Champs-Élysées-en végigvonuló Emmanuel Macront. A rendőrség egy internetes chat szobában leplezte le a férfit, ahol egy kalasnyikovot akart megvásárolni. A kihallgatás során mindent bevallott a rendőröknek. Az is kiderült, hogy az elnökön kívül muzulmán,
muzulmánok, zsidók, feketék és homoszexuálisok ellen is támadást tervezett. Ingyenes parkolókkal készülnek a szervezők a vizes világbajnokság vendégeinek, közölték a szervezők. Összesen 1500 helyet biztosítanak majd az érkezőknek. A parkolókat az érvényes jeggyel rendelkezők ingyen használhatják. A verseny helyszínére pedig szintén ingyen utazhatnak a parkolókból a menetrend szerinti járatokkal. A Duna Arénához közeli járatokat pedig sűrűbben indítják. Ez villamos, metró és buszjáratokat is érint majd. A vizes világbajnokság jövő hét pénteken kezdődik és a hónap végéig tart. Túszul ejtettek két mosógép szerelőt. Egy kisvárdai házaspár még decemberben javította a mosógépét, de sokalták a 15 000 forintos számlát. Hívtak egy másik szerelőt, aki azt mondta, hogy valóban nem ért annyit az elsőként kiszállt szakemberek munkája, mint amennyit kértek. A felbőszült házaspár újra kihívta az első két szerelőt, bezárták őket és visszakövetelték a pénzüket. A férj néhány pofonnal is nyomatékosította mondandóját, majd az egyik szerelőt elzavarta egy automatához pénzt felvenni. A szerelő pénz helyett rendőrökkel tért vissza. A másik szerelő elővette a bankkártyáját, és azt ajánlotta, hogy a közeli automatából vesz fel pénzt, ha elengedik. Így is történt, kiengedték a lakásból, míg társát továbbra is fogva tartották. A szerelő azonban nem a bankautomatához ment, hanem értesítette a rendőrséget, és a rendőrség, a kisvárdai rendőrkapitányság kiszabadította társát is a lakásból. Az ügyészség két rendbeli emberrablás büntettével vádolja a kisvárdai házaspárt és a nekik segítséget nyújtó barátjukat. A bűncselekményekért 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Ez volt a Híradó 6 órakor, de maradjanak velünk, mert néhány perc múlva indul a Start Krug Emíliával és Kárász Róberttel. Jó reggelt, szia Robi, mi a mai kínálat nálatok? Jó reggelt kívánok, szia Anna, üdvözlöm a nézőket. Hát itt már javába készülünk természetesen arra Emíliával, hogy nagyon-nagyon fontos témákról tájékoztassuk a nézőinket, de nézzük akkor, hogy kik lesznek legalább az első 30-40 percben a vendégeink. Az LMP frakcióvezető helyettese Smuk Erzsébet érkezik elsőként hozzánk. Természetesen nagyon sok témánk van, és az országos napilapokban megjelent híreket is majd ő fogja kommentálni. Faültetést javasol Budapesten egyébként az LMP, és ami még nagyon érdekes, és szerintem amúgy ez egy kedves történet is lehetne, hogy az LMP piknikre hívná Tarlós Istvánt, ezzel is megmutatva azt, hogy mennyire szükség lenne a zöld felületekre és zöld területekre Budapesten. Egy felmérés szerint egyébként már Bukarest is megelőzi zöld területek nagyságában a magyar fővárost. Aztán ugyanállatok a Híradóban is, ugye ez folyamatosan téma tegnap óta, hogy újabb utazási iroda ment csődbe, állítólag akár még 1000 embert is érinthet, ugye a Green Holiday-nek a csődbe menetele, akik most ugye a török partnerre mutogatnak. Bakó Balázs az utazási irodáknak a helyettes szóvívője lesz majd a vendégünk, és igen, aztán nézem, hogy Emília vendége lesz, Szigetvári Viktor, ugye az együtt választmányi elnöke. Ők majd a választási elszámolásokról fognak vitázni, beszélgetni. Nyilván Emília rengeteg fontos kérdéssel készül. És akkor még egy téma, hozzám pedig a DK-s alpolgármester a 15. kerületből Németh Angéla érkezik. Ott van egy nagyon érdekes helyzet. A DK-s polgármester tulajdonképpen rábukkant egy ilyen korrupciógyanús ügyre, egy beruházásról lenne szó, és nem engedélyezi tulajdonképpen, hogy ez a beruházás megkezdődjön. Na, ebből adódóan most a Fidesz, MSZP állítólag közösen fogott össze, hogy a DK-s polgármester ellen fegyelmi eljárást indítsanak. Ki mit gondol erről? Erről is fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, Robi, ez tehát a Start kínálata, érdemes velünk maradni, én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom Önöket, addig is legyen szép a reggelük, viszontlátásra!